A kerékpáros turizmus az elmúlt néhány évben hatalmas népszerűségnek örvend hazánkban is. A kerékpározás szerelmesei már Nyíregyházától Tokaj külterületi részéig élvezhetik a biztonságos közlekedést két keréken. Ennek a folytatásaként épül meg a Kopasz hegyet körülölelő kerékpárút. A munkálatok már tavasszal megkezdődtek, a kivitelező folyamatosan készíti elő a két funkciós, azaz mezőgazdasági és kerékpárútként funkcionáló szakaszt. A biztonságos közlekedés érdekében és a költségcsökkentés miatt sikerült megváltoztatni az útnyomvonalát. Így nem kell a kerékpárosoknak a vasúti átjárón keresztül tekerni. A tervek szerint ez a szakasz használható lesz már idén nyártól, azonban a Kopaszhegyet körülölelő út elkészülésére még várnunk kell. Két felé kell választanunk ezt a hegykörüli kerékpárutat, hiszen egy része a NIF-nek a beruházás keretén belül valósul meg, és annak már nem sokára, az éven már a végére is érünk ennek a szakasznak. Akik erre járnak a településünkön és Tokajba, azok láthatták, hogy Tokajból Tokaj közig határig már volt van egy meglévő kerékpárút, onnan viszont, akik Talszal felé jöttek, ki kellett kényszerülniük a 38-as főútra, a nagy forgalom mellett kellett kerékpározniuk. Nagy örömünkre felgyorsultak a NIF-nek ennek a beruházása a talszai területünkön is, és úgy néz ki, hogy június végére ígéretek szerint, meg hogy haladnak is a munkák, előrodott állapotban vannak, június végére úgymond teljes hosszában Tokaj és Talszal között, Talszal belterület határáig ez a kerékpárút meg fog valósulni. Nagy öröm ez számunkra, hiszen, mint ahogy itt állunk is, nagyon sok kocsi megy el mellettünk, nagyon veszélyes kint a közlekedés akár felnőtteknek, de pláne a családosoknak, amikor a gyerekekkel is jönnek. Sokan vissza is fordultak Tokaji közigazgatási határnál, hiszen nem akarták veszélyeztetni a gyermekeket. Biztosan nagyon sokan fogják ezt a kerékpárutat használni, bár egy kicsit furán mondom, nem kerékpárút végig, hiszen ez a 3820 folyóméter hosszon megépülő új szakaszból 3100 folyóméter mezőgazdasági útként és kerékpárútként fog funkcionálni. Ezen a területen van egy vasúti kereszteződés is. Sikerült áttenni a nyomvonalát ennek az útnak, hiszen úgy volt megtervezve először, hogy szintbeni vasúti kereszteződéssel jön át majd ez a kerékpárút, de sikerült szerencsére a tervezőket és a kivitelezőket meggyőzni arról, hogy itt a településünkre egy 2 kilométer van egy vasúti aluljáró, és azon a nyomvonalon jön el ez a kerékpárút, mezőgazdasági út, ami úgymond nem veszélyezteti akkor a kerékpárosoknak a biztonságát, hiszen nem kell szintbeni kereszteződésbe jönniük a kerékpárúttal. A mezőgazdasági út közel 3120 méter hosszú, amin ugye a mezőgazdasági járművek is mehetnek majd, ennek az alépítménye erősebb, és a kerékpárosok is mehetnek rajta, ez nagy kihívás lesz az önkormányzatnak, hiszen ezek a járművek, mikor olyan időjárás lesz, tehát hogy sáros időszak, biztos, hogy felhordások is lesznek erre az útra, de akkor is bevállaltuk, hogy akkor fogjuk takarítani ezt az utat, hogy biztonságos legyen a kerékpáros közlekedés. A mezőgazdasági útnak a paraméterei 3 méter széles aszfaltozott út lesz, és két oldalán 1-1 méter patkával. A kerékpárút pedig 3,5 méter széles aszfaltozott kerékpárút lesz, 1,5 méter patka szélességgel. A kerékpáros úthálózat megépülésével megélénkülhet a biciklis turizmus a térségben, hiszen Tokaj és Talszal között olyan gyönyörű táj mellett tekerhetnek a kirándulók, ahol még a madarak csicsergését, a természet szépségét is meg lehet figyelni, és természetesen kikapcsolódásnak sem utolsó ez a sport.